Hol van a Kremlben a mínusz hetedik szint, és rejthet-e szeúzó kincseket? Hol találhatta a tárgyakat Sümeg József? Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér. Mai adásunkban a szeúzó rejtélyek nyomába eredünk, hiszen november 19-ig itt Székesfehérváron látható a szeúzó kollekció eddig ismert 14 darabja. Mondhatjuk, hogy a tárgyak hazatértek, és elindult a Szent István Király Múzeum, valamint a Fehérvár Televízió közös ismeretterjesztő előadás sorozata, a szeúzó kedd is. Nézzük, mivel foglalkoztunk legutóbbi előadásunkon. Rengetegen érkeztek a Szent István Király Múzeum és a Fehérvár Televízió szeúzó kedd ismeretterjesztő előadására. Dézsi Zoltán filmrendező a legújabb fejleményekről is beszámolt. Azt mondja, a szeúzó történetet nem lehet letenni. Készül a dokumentumfilm sorozat harmadik része. Illegális műkincskereskedők, titkosszolgálati kapcsolatok és a Kreml mínusz hetedik szintje is szóba került az este folyamán. Ezt a történetet a filmben nem mondtam el, de ez megint csak egy ilyen mesebeli dolog, hogy nem legenda, de a Kreml alatt van a mínusz hetedik szinten egy ilyen, hogy talált tárgyak osztálya. Nem tudom oroszul, de ez a neve. És hogy ott pontosan úgy, mint az Indiana Jones frigyládás filmének a végén, dobozok vannak, de embertelen nagy térben, és rengeteg kincs, és ott vannak azok a kincsek, amelyek a 20. században bolyongtak Európában, tehát a németek kirabolták a fél Európát, majd a németektől az oroszok, a szovjetek elvitték, és ott van a találtárgyak osztályán rengeteg római kori, így talán szeúzó lelet is, de nem tudja senki, hogy mi van ott, mert nincs leltár, ott van. Kész. Amúgy az is titok, meg trezor alatt van, meg kiült le a Kreml alá a mínusz hetedik szintre. Tehát szeretnék oda eljutni egyszer, egy kis munkát igényel, még arrébb van. Az oknyomozó riporter 20 éve eredt a rejtélyek nyomába. A programon Nádorfi Gabriella régész is számos részletről beszámolt. Arról is beszélt, hogy a fehérvári szeúzó kiállítás után rengetegen érdeklődnek. Zajlik ugye most a kiállítás, folyamatosan érkeznek a látogatók. Jelentkeztek-e nálad újabb tanúk, vagy olyan emberek, akik esetleg tudnak valamit a történetről, és mondjuk megoszthatod velünk? Hát ugye hétfőnként, hétfő este 6-kor és 8-kor tartunk szakvezetést, ezt én tartom. Nagyon nagy az érdeklődés, mert eddig ugye korlátoztuk a műtárgyvédelmi szempontok miatt a létszámot a terembe, és mindegyik alkalommal fullon volt. Tegnap volt ott egy ember, aki mondott nekem egy-két dolgot, de sem a nevét, semmire nem határozott fel, és nem mondta meg. Talán nem nehezen rám, ha azt mondom, hogy én rákérdeztem, hogy miért nem, meg hogy milyen jó lenne, hogyha elmondaná, amit tud, amit nem mondott el, de fél. És ez engem a mai napig meglep, ugye ezt már többször elmondtam, és amikor itt volt a 2014-es kiállítás, ugye akkor is tartottunk szakvezetést, nagyon sokan jöttek Polgárdiból, sokat beszélgettünk ott, kérdeztek meg, hát ők is tudtak ilyen apróságokat, vagy ismerték a történetet, és én megkérdeztem tőlük is, hogy annak idején, hogy miért félnek. Tehát, hogy én úgy veszem észre, hogy mindenki fél, vagy sokan félnek, és valóban a mai napig félnek. És senki nem mondta meg nekem, hogy miért. Tehát fél. Azért lehet sejteni, hogy miért félnek. Hát lehet sejteni, igen. De hát... Mert ezt mindig el szoktam mondani, mondjuk egy férfi ember, aki már 60 körül van, ugye az már ismerhette Sümeg Józsefet, vagy kicsit fiatalabban is akár ismerhette, és ha ismerhette, és előad egy tárgyat, akkor a rendőrség mit fog mondani? Hát komám, honnan van ez? Hát a Sümegtől vetted el, te ülted meg. Adj elő még. Hát persze nem mondom, hogy meggyanúsítanák, viszont, hogy kimennek hozzá házkutatni, az biztos. Mert ez egy ilyen szakmai rend, nem? Pontosan ugyanúgy, mint egy tudományos régészeti ásatás, hogy még megvannak a szabályok. Kimennek az illetőhöz, és ugyan nem találnak szeúzót, viszont találnak rengeteg egyéb fura forrásba beszedett képet, hamisítványt, esetleg köröznek egy-két tárgyat, mert ezek a szeúzósok általában gyűjtők. Tehát római kori tárgyakat gyűjtenek, és a római kori tárgyak, hát bizony, azért
van erre ugye szabály, a régi pénzeket azt lehet gyűjteni, ugye? De azért lehet, hogy van náluk olyan, ami például sírablásról, vagy a középkori figulákból. Én is voltam itt Fehérváron egy még annak idején, jó 15 évvel ezelőtt egy fickónál, akinek a panel lakásában, mint olyan zsákszámra álltak a figulák. Ez amivel gomb helyet használták, ha jól tudom és jól mondom. Nem, az ruhakapocs. Ruhakapocs, és azok mind kivétel nélkül sírrablásból származtak. Na de itt az a gond, ugye, hogy úgy szól a régészeti törvény, hogy minden, ami a földben van, az állam tulajdona. Na most, akik fémkeresőznek, az a törvény szerint illegális régészeti feltárásnak minősül. Mi, tehát régészek, és úgy fémkeresőzhetünk egy területen, kivéve a saját ásatásom, amire megvan az ásatási engedély, hiszen minden engedélyköteles, hogy arra kérek külön engedélyt. Ez így zajlott tehát, egyébként nálunk igen, is. Így zajlott, tehát mindenre kell, tehát az központilag nyilván tartják, tehát tudják, hogy én hol vagyok. Mármint régészetileg, igen, és tehát ezek mind illegális darabok, ami nála van. Arról nem beszélve, hogy amit te mondtál, hogy ugye sírrablás, vagy nem tudom én, sajnos van ilyen. Hát beszélítsük. De ez is nagy baj, mert egy a tudományos érték elveszíti, hiszen nekünk ezt pontosan dokumentálnunk kell. Nem lesz olyan erős a történeti értéke is sorolhatnám, arról nem beszélve, hogy miután nincs jogosultsága, nem csinálhatja, tehát és ezt is bünteti, és keményen bünteti a törvény. Ami fontos, hogy a média segítségével sikerült napirenden tartani a SZEUZO ügyet, és ebben nagyon sok munkája kellett, és ennek köszönhetően léptek a hivatalos szervek, hogy itt legyen a kiállítás. Tehát még bőven előhozhat bármit ennek a publicitása. Én azért azt gondolom, hogy ez jó már akár a Facebook, vagy az ilyen különböző blog oldalak, mert mondjuk nagyon sokan ott találtak meg minket, és úgy kerestek meg minket, tanul, gondolom, hogy nálad is igen. Voltak ilyen szálak, akik úgy jelentkeztek, és hát amit említettél te is, meg a Gabi is, minden ilyen dolognak érdemes utána menni, mert hát szerintem nem aludna semmelyikünk sem nyugodtan, hogyha nem mennénk ki ezekre a helyszínekre. Igen, meséld el a te riportalanyodat, aki egy ilyen SZEUZO kedd után keresett meg téged, és mondott el egy történetet, de fejezd be te. Elmondott egy történetet, bizonyára akik ilyen visszatérő vendégek itt a SZEUZO kedd előadás során, sokuk emlékeznek arra, amikor egy hölgyről beszélt, akinek a kis pincéje mellett volt a sümeg által egy használt pince. Hát és mi utána mentünk ennek a történetnek, felkutattuk a pincét, többször kim voltunk a helyszínen, az Oli segítségével megtaláltuk a pince mostani tulajdonosát, a Gabi is kijött, és mi nyáron elmentünk ásni. Volt, hogy a Zoli hozott magával izmos legényeket, aztán rájöttünk arra, hogy ez egy ilyen régi, beomlott pince ott a Kőszárhegyen, és hát ugye át kellett fémkeresőbe vizsgálni még a kilapátolt földet is, és hát nem tudom, jó néhány napunk elment, aztán megjelent a Zoli egy markolós emberrel. Markolóval, konkrétan. Egy jó kis bobkettel, és az hatékonyabb volt, de nem lehetett ezt győzni, még csak annyit, hogy az első napon találtunk egy befalazott valamit, de ez egy beomlott pince. Tehát egy olyan oda nem illő építő szerkezetet. Tehát egy X-el. Igen, ami lerejtetett is egy valamit valaha. Egy X volt rajta, egy meg volt jelölve, és hát mi ezt úgy dolgoztuk fel, hogy ez a pince, ahova a sümeg járt, A tanúk elmondása szerint rendszeresen használta ezt a pincét, a szomszéd hölgytől kért vizet, és akkor ő utána lement, és megtapogatta a pince falát, és ott ilyen malter nyomot, vagy hát ilyen valami falazás nyomot vélt felfedezni, és hát mi utána ki az, aki erre nem repül rá, ugye? Na most megtudtuk, hogy nem régészeti terület, megszereztük, fölkerestem a pince tulajdonosát, hogy engedélyezte. Bocsánat, de azért azt ne felejtsük el, hogy mondjuk azt, hogy hivatalosan dolgoztunk ott, hiszen abszolút ugye hivatalosan. Igen, lehet. Tehát a pince, bejelentéssel, szóval a pince nem... tulajdonosának az engedélyével takarítottuk ki a pincét. És az örökségvédelmi igen. Hivatal. Bejelentettünk igen. Mindenhol, minden rendőrségen. Igen. És azt hiszem, ők örültök volna még jobban rajtunk kívül, hogy bármit is találunk. Hát kitakarítottuk a pincét ezzel a markolóval,
feltételezhetően ott is járt a sümeg esetleg a szeúzó tárgyakból, vagy egyéb gyűjteményéből, mert neki több gyűjteménye volt, régi pénz, egyéb, tehát nem muszáj mindig tehát használni tárgyakból. Használhatta a igen, pincét, de igazolni nem lehet. Nem tudtunk előbbre jutni. Nagyon izgalmas volt, jó volt az idő, láttunk szarvasokat is egyébként ott azon a vidéken, egyébként meg kellett várnunk, míg learatják a kukoricát, tehát azért egy komoly türelem, igen, komoly türelemjáték volt, én meg közben aggódtam azon, hogy kifosszák azt a helyet, mert nyilvánosságra került, úgyhogy volt két alkalom, hogy útközben Balatonra menet, bementem megnézni, hogy járt-e ott valaki. De ez is izgalmas, aztán végül is nem, hát így jártunk. És amikor ugye ez egy beomlott pince volt, és hát minden idegszálunk azon a témán volt, hogy hát úristen, lehet, hogy tényleg találunk itt valamit, és ebbe bedőlt egy ilyen kapu, aminek ilyen nagy fogantyúi voltak, és volt egy pillanat, amikor folyamatosan jelzett ez a fémkereső, és mi egyfolytában ott ugráltunk a gödör mellett, hogy mi az Olival, hogy most aztán... De annyira rajtunk volt egy olyan hangulat vagy láz, hogy tulajdonképpen miért ne kerülhetne elő? Mert minden pincékről beszéltek, a Lelkes József is pincéről, a megboldogult Katika is, Esné Katika is. Erről tanunk pincér, is volt. Igen. Mindez 800 méterre volt a Borbé pincétől, vagy attól a helytől, ahol a Brist felakasztotta magát. Igen, attól is pár száz méterre. Tehát minden összeállt. Tehát mondtuk, hát most tényleg egy kis jó szerencse, az Isten megsegíthetne. Hát így jártunk. Talán legközelebb nagyobb szerencsénk lesz. Igen, csak a negatív eredmény is eredmény. Így ezt van, sokszor elmondtam nektek. Igen, meg volt még egy, és én nem hiszem, hogy kinevetnek, hogyha a kudarcainkról is beszámolunk. Volt egy fémkeresős riportalanyom, aki pont azon a területen bukott meg. Volt egy kis ügy ebből a rendőrségen, de jó szándékú volt, és már áttért a jó útra, és ő mondta, hogy ő biztos jeleket érzett, talán ő biztos, és hát engem nem... Oda is elmentünk, mert én egyszerűen, én végigjárom ezeket a szálakat, elmentünk, és hát rögtön megtaláltunk egy boronát. Igen, nagyon klassz, ekkora boronát. A szeúzó tárcsát. Igen, a szeúzó tárcsát, amit ugye elhagyott valamelyik traktor. Máig bosszant, hogy ott hagytuk, mert milyen jó grillsütő, mások annak használják, de mindegy, majd azóta gondolom már hasznosították. Szóval sikerült egy boronát találnunk, meg egy vas, vagy darabot. Na, hát ez is egy negatív információ, viszont információ. Nem mondom, hogy nem örültünk volna másnak, hiszen ez közvetlen Sárvíz partján volt, egész közel, amit korábban kikotortak, és a kotrás alatt se találtak semmit. Nem, én ott álltam a kotragép mellett, végig azon a területen, tehát ott voltam. Viszont már hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy ott a Sárvíz partján látnak kamerás és mindenféle keresős stábot, lelkes embereket, akkor tudják, hogy valami zajlik éppen a szeúzóval kapcsolatban, talán már azt is be tudják szerintem lőni. Igen, csak mondjuk vigyázni kell, mert azért figyelik azt a területet, meg kell, hogy mondjam. Hála Istennek, igen. De a fémkeresősök hiába mennek oda, mert Gabi, te magad néhány kiló szöget szétszórtál ott, igaz? Az túlzás, hogy néhány kilót, sokkal többet szerintem inkább. Tehát oda nyugodtan mehet, végig pittyeg a kereső, tehát megbolondul. És nem csak szög van ott, hanem fémreszelék, meg minden. Amit tehettél róla. Igen. Nem bulvár történet, de azért a rejtélyes szálak itt is vannak, igen, a szeúzó történet. Azt hiszem, hogy egy olyan történet, ami mindenkit érdekel, talán hogyha nem itthon történik, akkor ebből már rég valami hollywoodi produkció is megszületett volna a te két filmeden kívül. Biztosan, hogy lesz a film alap, már több neki rukaszkodásra is volt, hogy írnak valamilyen krimit, mert a Dendi Vajna pontosan tudja, hogy ennek komoly kulturális értéke és PR értéke lenne. Tehát lesz valami, de nem hamarabb, mint másfél-két év. Én is írtam hozzá szinopszis, de hogy aztán mennyiben fedi ez majd a valóságot, ami a játékfilmben lesz, azt szerintem alig. De az biztos, hogy a kulturális érték, és kell hozzá egy kis misztikum. De ettől ez még nem bulvár.
Amikor ugye több alkalommal beszélgettünk, akkor mindig azt hangsúlyozta te is, a Gabi is, hogy mennyire fontos lenne, hogyha itthon lenne minden tárgy, mert ez egy nagyon-nagyon sok vizsgálatot, nagyon sok dolgot előmozdíthatna. Hát most itthon van, mit vártok? Szerencsére hazaérkezett. Ugye 2014-ben került haza az ezüst tárgyaknak a fele, 7 darab, illetőleg az az üst, amiben elrejtették az ezüst tárgyakat, és ez év nyarán pedig megérkezett a másik fele is, a másik 7 darab, ugye összesen jelen pillanatban 14 darab ezüst tárgyat és a bronzüstöt ismerjük. Valóban sok vizsgálatot kell csinálni a tárgyakkal. A tárgyaknak a vizsgálata most is folyik, ugye több lépcsőben. Egyrészt vannak anyagvizsgálatok, amik részben ugye az előkerülési helyét próbálják pontosítani, de erről majd szó lesz. A másik pedig a műhely kérdést, tehát ami már ugye tudományos kutatást jelent. De nekünk elsősorban azt kell bizonyítani, hogy valóban innen került ki, bár ezt kint mindenki elhiszi, egyértelmű, de azért ott még bizonyításokra szükség van. Én is csatlakoznék ehhez, hogy annak idején 20 évvel ezelőtt olyan néhány órára volt alkalma az egyetemnek a kutatójának ugye bemenni, bejutni, az is egy kamionba volt, tehát szinte nulla esély volt arra, hogy még egy anyagvizsgálat is nagyon szerény körülmények között történhetett meg, és nem csak, hogy most korlátlan idő áll rendelkezésre, hanem eltelt 20 év, ez alatt a technológiák is hatalmas fejlődésre mentek keresztül, tehát egészen más aspektusból is meg tudják vizsgálni a tárgyakat. Igen, ebben igazad van, de azért mégis az a legfontosabb, amit 93-ba vettek, és amit kivitték igen, New Yorkba, hiszen azok hitelesnek bizonyultak. Valóban New Yorkban nagyon kevés idejük volt a mintavételre, és ha meg lesz majd a bejátszás, akkor hallani fogjuk, amit Balla Márta elmond, de találtak a redőkben, illetőleg hát a motivumok között ilyen apró talaj mintákat, nagyon keveset. De ugye már 93-ban, amikor vették a talaj mintát, ugye tudjuk, hogy a 70-es évek közepén kerültek elő a tárgyak, már lezajlott mindenféle kémiai folyamat a talajban. De mégis találtak hasonló anyagot, illetőleg biztosra lehetett venni, hogy mely környezetben kerülhettek elő a tárgyak. Na most az újani anyagvizsgálattal, most nem a tárgyakra gondolok, tehát a tárgyak anyagára, hanem a talajmintával az a gond, hogy ugye közben megint 20 év eltelt, több változás volt, és bizony például, amit én mondtam a természettudósoknak, hogy a sárvizet kikaparták, tehát a sárvíz Malon csatornát kitisztították, tehát gyakorlatilag amit 93-ban vettek ott anyagmintát, az a hiteles, mert közben kikotorták a sárvizet, és az már nem lesz hiteles. Na most az tény és való, hogy most már jobb vizsgálati lehetőségek vannak, de nem tudják azt az állapotot visszahozni, ami akkor volt. Tehát egy megváltozott kémiai anyagot nem tudnak visszavarázsolni. Ezt megmondják a természettudósok is egyébként. Tehát nem lehet. Tehát igazán az a legjobb, amit a Mártáék vettek. Na most akkor, amikor ők kint voltak New Yorkban, gyakorlatilag nem is foghatták meg a tárgyakat, hanem csak a Sutherbynek az alkalmazottai, tehát nem nyúlhattak hozzá, és ugye alig tudtak onnan kivakarni, de ki tudtak valamennyi talajmintát. Igen, még csak a nem tudom, milyen részlet lesz, de talán azt elmondanám, hogy egészen váratlan módon került elő az a kamion, amiben voltak ezek a tárgyak, tehát egy kamionban, a Sotheby's-nek az udvarán. Tehát egészen elképesztő módon kezelte a Sotheby's is, meg a Lord a kincseket, úgyhogy mindenki meglepődött. Úgyhogy ha lesz az a felvétel, még annyit tennék hozzá, hogy hogyan
születnek az archív felvételek, vagy hogyan kerülnek felvételek bele egy filmbe. Az angol, az amerikai, New York-i magyar nagykövetségnek volt egy sofőrje. És annyira felkészületlen volt a magyar stáb, hogy nem volt kint egy kamera. És amikor kiderült, hogy mégiscsak a tárgyakat meg lehet nézni, akkor a sofőr hazaszaladt egy HI-8-as amatőr kameráért, és ő rögzítette a felvételek, neki köszönhetők. Én a filmemben kiírtam, hogy övé a felvétel, az onnantól kezdve az összes kereskedelmi tévé ellopta, lehagyta a feliratot, de mindig majd a nevét, majd ha látni fogjuk, akkor meg szóval hálásak lehetünk neki. Így készült az a felvétel. Akkor most nézzük ezt a bejátszót, amit már annyiszor emlegettünk, hogy 20 évvel ezelőtt mi is történt. Sokáig kérdéses volt, hogy ezeken a tárgyakon, amit jelenleg a Sotheby's széfében őriznek, maradhatott-e valamiféle talajlerakódás, ami alkalmas lehet természettudományos vizsgálatokra. Egy napon lehetőség nyílt számunkra, hogy megtekintsük ezeket a tárgyakat, és megnézzük, hogy maradt-e rajtuk még valami. 1993. május 15-én volt ez a bizonyos megtekintési nap, amikor megnyitották a Sotheby's széfét, és lehetőségük nyílt, hogy megnézzük a tárgyakat. Milyen benyomásokat tett önre a kincs? Fantasztikus. Nem láttam még életemben ilyen lenyűgöző dolgot, sem régészeti értelemben, sem pedig a megjelenését tekintve. Hogyan zajlott a mintavétel? Meglehetősen mostoha körülmények között a Sotheby's raktárában egy egészen szűk folyosón volt lehetőségünk megnézni ezeket a tárgyakat, elég rossz megvilágításban. Magukhoz a tárgyakhoz természetesen nem nyúlhattunk, csak a Sotheby's-nek a munkatársai érhettek a tárgyakhoz, akik fehér kesztyűben fölemelték természetesen és megforgatták számunkra, mindent lehetővé tettek, minden részét megnézhettük ezeknek a tárgyaknak. Körülbelül a mintavételt követően 2 hónappal érkeztek meg a talajminták Magyarországra. Nehezítette a helyzetünket, hogy nagyon kicsi tömegű minták voltak ezek, olyan körülbelül 100 mg-nyi anyaggal kellett dolgozni, és mi igyekeztünk ezt a 100 mg-nyi anyagot úgy beosztani, hogy a lehető legtöbb fajta vizsgálati módszert alkalmazni tudjuk. A vizsgálati eredmények alátámasztották a régészeti bizonyítékok, illetve a rendőrségi nyomozásnak az adatait, tehát a természettudományos vizsgálatok is oda vezettek, hogy ezek a tárgyak nagy valószínűséggel egy jól lehatárolható területen, Magyarország területén lehettek elrejtve, és ez a jól lehatárolható terület, ez a Szárhegy, Szabadbattyány és a Sárvíz közötti terület. A bírósági eljárás folyamán az anyagvizsgálati eredményeket a bíróság nem hallgatta meg. Tehát az esküdtek egyáltalán semmiféle információt nem hallottak az anyagvizsgálati eredményekről. Ez hogy lehet? A bíróság, illetve a bírónő úgy döntött, hogy az anyagvizsgálati eredmények nem relevánsak, tehát nem hallgatja meg őket. Nos, hát tanulságos volt szerintem, főleg, hogy nem relevánsak. Igen, ez volt egyébként a 93-as pernek az egyik vesztes része, hogy nem engedték az anyagvizsgálati eredményeket bemutatni, illetőleg oda tenni, és amit a Márta elmondott, de lehet, hogy erről te többet tudsz, hogy ugye 2 hét, tehát későn indították el az anyagot az útjára. Tehát az anyagvizsgálati eredményeket, ugye persze Libanon és Horvátország, akik ugye szintén pereltek a tárgyakért, ők is vehettek anyagvizsgálati anyagot, és ezeket egyszerre indították el azoknak az országoknak, akik érintettek voltak a szeúzó kincsekben. Na most késve érkezett meg hozzánk az anyag, ha jól tudom, és ugye ők vették májusba, ősszel volt a per, és gyakorlatilag egy anyagvizsgálati anyagot, aminél ugye elindulnak a kémiai, fizikai folyamatok, nem lehet felgyorsítani, tehát annak megvan a megfelelő ideje, és gyakorlatilag nem tudták, hogy ez be tud kerülni,
vagy nem tud bekerülni. De végül is sikerült, és gyors futár vitte ki, ha jól tudom, az anyagvizsgálati anyagot New Yorkba, de már nem engedték a peranyaghoz felvenni, pedig időben még ott volt. Igen, ne legyen összeesküvés elméletünk, de azért mégis egész furcsa módon mindig mi ellenünk döntenek, illetve a mi kárunkra. Tehát ez az anyag, mint a késés, hogy sokkal kevesebb időnk volt megvizsgálnunk, én úgy gondolom, hogy nem volt véletlen. De azt is tudhattuk már, hogy meg se akarják hallgatni, mert a bírónő végig, ahogy a focipályán mondják, ellenünk sipolt. Tehát hiába tudtunk mi bármit is bizonyítani, igazából úgy lesöpörték. Ez nem csak a magyar ügyvédnek volt a hibája, hanem ugye a bíróságot az érdekelt, hogy ki látta, hogy honnan került elő. Tehát a pernek volt egy ilyen, amit nem vesztettünk el végül is, ezt a per, csak nem nyertük meg. Igen, végül hát ez egy piruszi vereség vagy győzelem volt. A Szeúzókeddek sorozata jövő héten folytatódik. Egy vérbeli jó szimatú nyomozó és a Szeúzó ügy. Kegyetlen bűncselekmény, családság, titkosszolgák és illegális műkincskereskedők, avagy a Szeúzó kincs útja Londonig. Richard Dick Ellis, a New Scotland Yard emblematikus nyomozója elfogadta meghívásunkat, és november 14-én vendégünk lesz a Szeúzókett következő előadásán. Hajdú Éva, a Szeúzókincsek volt miniszteri biztosa is segítségünkre lesz, hogy a rejtélyek nyomába eredjünk, és újabb részleteket tudhatnak meg a véres ezüst történetéről. Tartsanak velünk 17 órától a Szent István Művelődési Házban. Ahogy az elhangzott, igen nagy az érdeklődés a Szeúzó kiállítás iránt, csütörtökön már a 10.000. Látogatókat köszönthették. Hét elejéig 8500-an voltak kíváncsiak a Szeúzó kincseket bemutató tárlatra. Csütörtök reggelre a 10.000. Látogató, jobban mondva a látogatócsoport is megérkezett a Szent István Király Múzeumba. A diákok a Sziget utcai iskolából érkeztek a kiállításra. A 8. osztályos gyerekek felkészülten léptek be a kiállítóterembe. Polgárdiból jöttek, vagy ott találták meg ezeket a kincseket. A görög és latin eredetűek, illetve nagyon szép a díszítése. Breyer Éva alpolgármester szerint a város és a múzeum egyaránt büszke lehet az elmúlt időszakra, hiszen az eddigi kiállítások nagy látogatószámra tettek szert, és ez most sincsen másképp. Azt kell mondjam, hogy nagyon szép éve volt a Szent István Király Múzeumnak, és így a városnak is kiállítások tekintetében, hiszen éppen, hogy az Abba-Novákot bezártuk hatalmas látogatószámmal, és már itt van egy következő gyönyörű kiállítás. Hát nem okozott meglepetést, azt kell, hogy mondjam. Nyilván tudtuk, hogy egyrészt Székesfehérvár és a megye településein élők nagy érdeklődést fognak mutatni, de ha valaki végigolvassa a vendégkönyvet, érdemes, mert nagyon szép, kedves beírások vannak, akkor látjuk, hogy nyilván, mivel az országos körútnak az első állomása a városunk, ezért nyilván nagyon sokan jöttek más megyehatáron kívüli településekről is. Én bátran biztatok mindenkit, aki még nem jött és nem látta, hogy ne hagyják ki, feltétlenül jöjjenek el. Nem csak azért, mert a tárgyak, a kincsek önmagukban gyönyörűek, nem csak azért, mert elképesztő, hogy lehet, hogy ilyen távolságban ezek a tárgyak megmaradtak, nem csak azért, mert a magyar kormány hihetetlen munkát végzett, hogy ezek hazakerüljenek, hanem azért is, mert a Szent István Király Múzeum főutcai épületének dísztermében, egy régi épületben nagyon modern körülmények között rendezte meg ezt a Nemzeti Múzeum, a Szent István Király Múzeum munkatársaival karöltve, úgyhogy rendezési szempontból is azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas kiállítást láthatnak a látogatók. A kiállítás népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a napi látogatószám ezen a héten már 10.000 fölé kúszott. Látva a napi látogatószámot, ami egyébként úgy 1000 körül van, illetve elég gyakran fölé is emelkedik, hát azt gondolom, hogy 15 és 20.000 látogató között számíthatunk a kiállítás zárása idejére, illetve még az is elképzelhető, hogy esetleg a 20.000 látogatót is átlépjük. Kedves nézőink, ez volt már a köztér, és ahogy az elhangzott, invitáljuk Önöket a Szeúzóked legközelebbi előadására november 14-én, tehát 17 órától várjuk Önöket a Szent István Művelődési Házba. Hogyha tehetik, tartsanak velünk élőben a helyszínen. Viszontlátásra, szép estét kívánok!